Abban az időben Pál és Barnabás Pergén keresztül eljutott a Pizídiai Antiókiába. Itt egy szombaton bementek a zsinagógába, és leültek. Amikor a gyülekezet szétoszlott, a zsidók és az istenfélő jövevények, sokan Pál és Barnabás imába szegődtek. Ezeket arra bíztatták, hogy tartsanak ki az Isten kegyelmében. A következő szombaton csaknem az egész város összegyűlt, hogy hallja az Isten szavát. Amikor a zsidók meglátták a nagy tömeget, irítség fogta el őket, s rágalmakat szórva próbálták Pál szavait meghazudtolni. De Pál és Barnabás bátran megfeleltek nekik. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten szavát, de mert visszautasították, és méltatlannak ítértétek magatokat az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr. A pogányok világosságává tettelek, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig. Amikor a pogányok ezt meghallották, örültek, magasztalták az Isten szavát, és hittek is mind, akik az örök életre voltak rendelve. Elterjedt az Úr szava az egész környéken. A zsidók azonban felbújtották az előkelő vallásos asszonyokat, meg a város tekintélyesebb férfiait, és üldözés szítva Pál és Barnabás ellen elűzték őket a vidékről. Ők bizonyságul ellenük lerázták lábukról a port, és Ikóniumba mentek. A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek. Ez az Isten igéje. Meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmahággal. Ekkor a vének közül az egyik megszólított és azt mondta, ezek a nagy szorongattatásból jöttek, ruhájukat fehérre mosták a bárány vérében. Ezért állnak Isten trónja előtt, és éjjel-nappal szolgálnak neki a templomban. A trónon ülő oltalmat nyújt nekik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé. A nap nem égeti őket, sem másfajta hűség. Mert a bárány, aki a királyi trónon ül, legelteti,
és az élő vizek forrásához tereli őket. Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél. Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A tisztelendő Ferenc atya, Krisztusban kedves testvéreim! Pilip Viktornak hívnak, Ukrajnában, Kárpátalján születtem, Pusztvárosban. Orvos szülők második gyermekeként látta meg a napvilágot. Felekezeti szempontból nagyon érdekes a családunk, nagyon vegyes. Édesapám görögkatolikus, édesanyám ortodox, bátyám és nagymamám római katolikus vallása. Én görögkatolikus templomban voltam megkeresztelve és megbírmálva, de kiskoromtól kezdve római katolikus Szent Anna templomban jártam nagymamámmal. És mindig el voltam varázsolva, papnak szép öltözéke, sok minisztráns és csodálatos orgona hangok, melyek később döntő szerepet játszottak az életemben. Az általános iskolát és gimnáziumot Huszton végeztem, és úgy is jártam zeneiskolába. Családomban nagymamám kivételével senki sem beszélt magyarul. Így tehát én sem részesültem a magyar nyelv tanításában egészen 18 éves korom. Nem emlékszem életemnek olyan időszakára, amikor nem akartam volna pap lenni. Még akkor is megvolt ez a szándék, amikor fogalmam sem volt, hogy mi a papság, mi a szent mise, vagy minek kell egyáltalán templomba járni. És mivel egyáltalán nem beszéltem magyarul, és a római katolikus templomban csak magyarul beszéltek, ukrán nyelvű hittanra jártam a görögkatolikus bazilika nővérekhez. Eléggé későn lettem első áldozó, talán 12 éves lehettem, és még aznap elkezdtem ministrálni, és ez volt az az esemény életemben, amikor tudatossá vált bennem, az, hogy pap szeretnék lenni. Kicsit közelebb jutottam a Szentéhez és az Oltárhoz. Itt ebben a templomban napról napra erősödött a hivatásom, és 5 év múlva jött a fordulat az életemben. A római katolikus templomba új plébános érkezett, aki magyar misék mellett bevezette az ukrán misékeket is. Így lépésről lépésre elkezdtem újra felfedezni a gyermekkori élményeimet. És minél tovább, annál mélyebben kezdtem behatolni a latin szertartásot katolikus egyház életébe. Később itt elkezdtem énekelni az ukrán kórusban,
ami a vasárnapi misiken való részvételt igényelte. Így hát abba kellett hagynom a számomra annyira kedves ministrálást a görögkatolikus templomban. 15 éves koromban először betekintettem az orgona titkos világába. Később ige liturgiákon helyettesítettem a kántort, és Magyarországra költözése után én lettem a huszti templom orgonistája. Ebben az időben megéreztem azt, hogy én latin szertartású pap szeretnék lenni. Azt is elhatároztam, hogy megtanulom a magyar nyelvet, és így majd Magyarországon tanulhatok a szemináriumban. Érettségi után 2010 nyarán kispapnak jelentkeztem, Majnekanton Munkácsi Római Katolikus Püspök atyánál, de ebben az időben még csak 17 éves voltam, és nem beszéltem magyarul. Így Püspök atya bölcs döntésének engedelmeskedve jelentkeztem a budapesti Harmatartor központi kántorképzőbe. 2010. augusztusában felvételt nyertem a Kodály Zoltán konzervatóriumra, olyan ott Budapesten. 3 évig egyházzenét, orgonát és karvezetést tanultam. Eme intézmény falai között mind zeneileg, mind nyelvileg szép eredményeket értem el. Hivatásom is erősebb és érettebbé vált. 2013 nyarán jelesletettem le az állami vizsgákat magyar nyelven. És ugyanaz év augusztusában Majnek Antal püspök úr fölvett a Munkácsi Egyházmegye kispapjai közé, és Budapestre központi szemináriumban küldött. Nagyon sokszor feszület előtt imádkozva találtam válaszokat kérdéseimre. Elmélkedve Krisztus szenvedéseim sokszor világossá vált bennem a Teremtő Isten akarata, az út, amelyet ő készített nekem. Kempis Tamás azt írja, Jézusnak manapság sok olyan híve van, aki a mennyországát szereti, de kevés, aki keresztjét hordozza. Azért szeretnék pap lenni, hogy vele együtt hordozzam a keresztet, hogy másokat segítsem a kereszthordozásban, hogy őt kövessem vele egészségek mindennapi életben, minden percben, az örömben, a fájdalomban, a szenvedésben, a halálban és a feltámadásban. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, fogja a keresztjét és kövessen engem, mondja Máté evangélista. Hasonlítani szeretnék Krisztusra. Krisztus példáját követve életemet az emberek és saját magam üdvösségére szeretném felajánlani. Mindenkivel szeretném őt megosztani, elvezetni hozzá. Szolgálni szeretném Szent Egyházát, hogy minél több élet hozzátalál. Nagyon szép szavak, de most már látom, hogy igazából mivel kezdtem benne. Harmadikos papnövendékként őszintén megmondhatom, hogy ez nagyon nehéz. Áldott és szépen ez szolgálat, de hatalmas felelősséggel jár. Naponta üldöz engem az a gondolat, hogy nem vagyok. Egyáltalán nem vagyok méltó erre a szolgálatra, és ez valóban így van. És sose leszek erre méltó. De ő mégis meghívott. Hiszem benne, sőt egészen biztos vagyok benne, hogy valóban a jó pásztor hangját hallottam, aki tökéletesen ismeri szívem lelkem mélységeit, látja minden gyarlóságomat és emberi gyengeségeimet. De mégis meg. Tavaly pont ilyenkor, jó pásztor vasárnapra haza Ukrajnába mentem, hogy a plébániámon muszton tegyek tanúságot a hivatásomról. Isten ajándékának tekintem azt, hogy a lelki atyám, Bácskai Georg atya halálos betegsége után pont a hivatások vasárnapja előtti pénteken elköltözött az örökké valóság. Hazamentem tanúságot tenni, és pont fordítva történt, én részesültem egy hatalmas tanúságban.
Nagyon nehéz szívvel és fájdalommal búcsúztam tőle, hisz életemre és hivatásomra is hatalmas hatással volt rá. Előtte életemben nem láttam olyan tekintetet, amely lángolt volna Isten és az emberek iránti szeretetét. De ahányszor belenéztem öreg lelkiatyám szemébe, végtelen szeretet, béke és nyugalom. Kimondhatom, hogy maga Krisztus tekintetével találkoztam, amely melegítette fiatal lázadozó szívemet kegyelmének sugaraival. Lelkiatyám fiatal korában katolikus egyházat gyűlölő, Isten tagadó szovjet hatalom sikeresen megakadályozta, hogy igenlő választ adjon Krisztus hívására és papi pályára lépjen. Hosszú 50 éven keresztül szívében őrizte a jó pásztor hívó hangját, jöjj és kövess engem. Több mint 60 éves volt, amikor Krisztus kérésének végre eleget tudott tenni. Utána még 22 áldott esztendőt élt papként Kárpátalján, munkálkodva Isten szülőjébe. Minden alkalommal, amikor szemináriumból hazaengedtek minket, majdnem repülve, siettem kedves Georg atyámhoz, hogy megint láthassam, hallhassam őt. Megöleljem, imádkozzak vele együtt, mert megláttam benne Krisztus a jó pásztor arcának ragyogását. Hallottam az ő hangját. Vágytam arra, hogy egyszer én is így hasonlítsak Krisztusra. Georg atyánál mindig találtam egy vigasztaló szót, fájdalmaim és aggodalmaim közepette. Még a halálos ágyánál is. Mindig bátorított arra, hogy pap legyek, mondván, fiam, nincs annál nagyobb kincs az egész világon, mint az, hogy mikor csak egyetlen egy lelket elvezet az üdvösséghez, Krisztushoz. Többször panaszkodtam neki nehézségeimről, kisütőségemről, arról, hogy ki vagyok én. Nem vagyok méltó erre az egészre. Mondta nekem, fiam, igazad van, senki vagy. De itt nem rólad van szó, és rólad sose lesz, ha pap akarsz lenni. Porember vagy, egy porszem. De akkor is ne felejtsd el, hogy ez a porszem Isten tenyerén nyugszik, és azt teszi vele, amit akar. Nem vagy egy. Utolsó telefonon történt beszélgetésünkben kétségbe esetten hallgattam őt. Sírva búcsúzott tőle, mintha érezte volna, hogy legközelebb már csak odafent találkozhatunk. És bátorított. Nem panaszkodott soha. Annyit mondott, fiam, még úgy szeretnék élni. De hát az Úr szólít, és ha ő szólít, menni kell. Te majd folytatom a munkát. Ezeket a szavakat örökre szívembe résem. Ezek a szavak most is vigasztalnak és bátorítanak engem, amikor úgy érzem, hogy ez az egész felülmúlja az én erőmet. Ez nem nekem való. Én ehhez gyenge vagyok. Ha az Úr szólít, Krisztusban kedves testvéreim, forró imáitokkal ajánlom szüleimet, akiken keresztül Istentől életet kaptam, és hivatásomat is, hogy kitartsam ezen az úton. Továbbá bátorítom önöket, hogy imádkozzanak sokat az új papi hivatásokért. Szülővárosomban, Huszton, minden szentmise előtt régóta imádkoznak a papi hivatásokért, és úgy látom, hogy nagyon sikeres ez az akció. Mivel hogy Kárpátalján ez a város adott legtöbb papot az egyház megyének. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és Lébános atyának is köszönöm a lehetőséget, hogy tanulságot tehettem a hivatásomról. Szeretessék Jézus Krisztus!
Imádkozzunk testvéreink Krisztushoz, örök főpapunkhoz, aki jó pásztorként jött el közénk, hogy országába hívjon minket. És Istenünk, Te a jó pásztor életedet adtad érettünk. Add, hogy sokan kövessék hívó szavadat, és a Te áldozatos szereteteddel dolgozzanak a lelkekért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által,
és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjon, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszád zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására.
Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőidve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten a Szent Lélek kerékségben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek. Köszöntsétek egymást a békejelével. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Egy szóval mond, és meggyógyul az élet. Thank you.
Isten, akinek irgalmát kifűlt és szeretett, és kegyelmének kincsen, könyörögjünk. Jó pásztorunk, tekints kegyesen nyájadra, és juhaidat, akiket fiad drága vérén megváltottál, vezesd az örök élet országából, Krisztus a mi Urunk által. Ahogy múlt héten hirdettük, most a kijáratnál gyűjtés lesz a papnevelés céljára. Köszönjük az adakozást. Holnap, vasárnap a szokott időkben lesznek a szentmiség bemutatva reggel 4-8-kor, délelőtt 10 órakor, Újhegyen délután 3 órakor ige liturgia lesz. 10 órai szentmisénket elhunyt Basa Jánosért ajánljuk fel. Kedves testvérek, én hétfőtől péntekig külföldön leszek, ezért itt a templomunkban jövő héten ige liturgiák lesznek az alábbiak szerint, melyre szeretettel hívom a kedves híveket. Kedden reggel 8 órakor, ige liturgia után a laudest imádkozzák majd a zsolozsmából. Szerdán este 6 órakor, csütörtökön a szokott időben délután 3:45-től szentségimádás, 6 órakor ige liturgia. Pénteken is este 6 órakor kezdődik majd az ige liturgia, ezt követően a zsolozsmából a vesperást, az esti dicséretet imádkozzák a kedves hívek. Jövő hétvégén húsvét 5. vasárnapja lesz, a szokott időkben lesznek a szentmisék, szombaton este 6 órakor elővételezett szentmise, vasárnap 4:45-kor, délelőtt 10 órakor szentmise, Újhegyen délután 3 órakor ige liturgia. 10 órai szentmise keretében lesz majd a búza szentelés. A 10 órai szentmisét elhunyt szülőkért, Istvánért és Máriáért ajánljuk fel. Jövő szombaton délelőtt 10 órakor Pécs-Somogyban a somogyi temetővel szemben lévő Szentgyörgy-hegyen vagy Murom-hegyen ünnepi szentmise lesz, bucsói szentmise, tehát délelőtt 10 órakor a nagy keresztnél, és egyben ez lesz a diákmise is. Jó idő lesz, szeretettel hívok mindenkit, gyerekeket, fiatalokat, felnőtt testvéreimet, aki tud, jöjjön ki a somogyi Murom-hegyre jövő szombaton délelőtt. Április 18-án, holnap után hétfőn, este 6:30-kor a Líceum templomban a Szent Egyet közösség vezetésével imádság lesz a háború sújtotta országok békéért. Aki teheti, menjen el, nagyon fontos, imádkozzunk a békéért. Továbbra is hirdetem, hogy május 1-én, amikor a templomunk búcsú ünnepe van, idén vasárnap lesz, a 10 órai szentmisét Udvardi György püspök úr fogja tartani, melynek keretében kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Szeretettel hívom és várom a kedves testvéreket. Szeretném megköszönni Viktornak ezt a mély tanúságtételét. Ellenem már hallottam, de mindig ad valami újat, különösen az atyával való kapcsolatát, ezt nem tudtam, nem hallottam.
Valóban, ahol példamutató papok vannak, és legyetek ti is ilyenek, ott bizonyára növekszik a hivatás is, erősödik a hivatás, megsokszorozódik a hivatás. Én gratulálok, hogy ezt a nem könnyű nyelvet, a magyar nyelvet így elsajátítottad. Megköszönünk téged is, és Bálintot is a jó Istennek, hogy az Úr szőlőjével küldött mindkettőtöket. Nem mindig lesz könnyű, nem mindig fogtok röpködni az örömtől, de mégiscsak öröm és nemes dolog. Itt voltatok az ezüstmisében mind a ketten, akkor azt mondtam, hogy nagyon jó dolog papnak lenni. Én kívánom, hogy ezt érezzétek majd át, és amilyen örövöm van most a szívetekben, és készültök a papságra, majd ahogy a plébánusod is örömmel ment az Úr elé, kívánom, hogy a életetek utolsó miséje is majd legyen olyan örömteli, mint amilyen lesz az első. Mi is megköszönjük a papokat, akik Gyárvárosról indultak. Elég, ha csak annyit mondok, hogy Kajtár Edvárd, Matis Géza, Vida Zsolt, Dallos Tamás, Bálint, reméljük, egy-két év múlva követi őket, de még mindig kevés. Azt is már említettem, hogy a Pécsi Egyház megyében több mint 400 település van. És a 400 településre egyház megyénkben a nyugdíjas atyákkal együtt 70 papja van az egyház megyének. És most héten Mohácson voltunk továbbképzésen, a püspök úr mondta, hogy papság nagyon beteg az egyház megyében. Jobban oda kell figyelni nem csak a híveknek a papjaikra, papoknak saját magukra is. Na és hát az utánpótlásra, itt ha jó Isten már akár kiskorban is elhívhatja az embert, hiszem azt, hogy akár Viktor Bálint vagy a saját életemben mondhatni azt, hogy már anyánk méhében kiválasztott bennünket. Mindig megkérdezem a kis ovistól, mi akarsz lenni, a nagy leszel? Hangosan? Pap akar lenni. Hát adja az Úristen, hogy ami most benned van, az vigye véghez is. Ehhez nem csak az Úristen elhívása kell, hanem te is kell lesz hozzá. Majd beszélgess el a kispapokkal, hogy milyen kispapnak lenni, és hogy kell készülni a papságra. Kérem a híveket, hogy buzgón imádkozzanak kispapjainkért, papi hivatásokért. Fogadjuk a Szent Mise áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Templomodból, Uram, mielőtt távozom, térdre hullva újból fohászkodom. Buzgón esedezve arra kérlek téged, áld meg családunkat és a távol levőket. Ha te benned bízva munkájottál lát, hulla is munkájára áldásod harmatát. Hogyha víz rohan rá, és tőled kér segít, jóságos kezeddel hálítsd el a veszély, hogy így napról napra hálatelt szívvel dicsérjünk téged most és mindörökké. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.